A török kiűzése után a völgységi kistérség is elnéptelenedett. Emiatt Németországból, valamint Ausztriából érkeztek az első telepesek. A betelepülő németeket hívták, és ez nem volt kötelező. Mindent megígértek nekik, hogy milyen, mennyi mindent kapnak. Az egyik fontos dolog volt, hogy nem kell adót fizetniük egy bizonyos ideig. Területet, különböző dolgokat ígértek nekik. A toborzás, verbúválás a falvakban történt. A magyar földesurak vagy egyházi birtokok képviselői a Német Birodalom falvaiban népszerűsítették az általuk képviselt uradalmat, és azok számára, akik vállalták a költözést, házat, földet és többféle kedvezményt helyeztek kilátásba. A családok gyalog vagy szekérrel hagyták el az országukat, és telepedtek le Magyarországon. 1724. augusztus 1-én kötött letelepedési szerződést Kun Ferenc a bajor frank részről érkező katolikusokkal. De ezt megelőzően a környéken voltak már németek, az első telepesek Tevelre érkeztek 1712-ben, ők voltak az igazi svábok, hisz Baden-Württembergről és Bajorország nyugati részéről érkeztek, ők voltak a svábok, ők voltak az elsők, de mivel nagyon mostoha körülmények között éltek itt, nagyon rosszak voltak a lehetőségek, nagyon sokan meghaltak, és tovább is álltak. Viszont mivel a svábok voltak az elsők, ezért a későbbi letelepedőkre is rám azt mondták, hogy svábok, így most már elfogadjuk azt. Tehát ez egy összefoglaló név, tehát aki ide érkezett, most már mindenkire azt mondják, hogy svábok. Majos most már Bonyhád város része, ide evangélikusok érkeztek, és 1721-ben 12 család az első katolikusok után evangélikusok érkeztek, itt a környéken Kismányok volt az első, utána Majos, Mucsfa, Izmény, ezekre a településekre érkeztek evangélikusok, és Bonyhádra 1724-ben, de nem csak Bonyhádra, hanem Mórágyra is. Mórágyra egy kicsit hamarabb, júniusban érkeztek, velük akkor kötött letelepedési szerződést szintén Kun Ferenc. Eltelt 300 év, és arra gondoltunk, hogy ezt az eseményt, ezt méltóképpen megünnepeljük, és ezért ez az egész év, ez egy ilyen emlékév szinte. Több programunk volt már, két családfakutatót is vendégül láttunk. Egyik dr. Penc Kornél, ő a Magyarországi Német Családfakutató Egyesületnek az elnöke. Ő beszélt általánosságban a családfakutatásról, valamint a katolikusokról. Ezt követte Müller György, ő egy építész Bécsen, és magánszorgalomból kezdte el gyűjteni a protestánsok adatait. Az ő nagypapája Izményben volt evangélikus pap, ott találkozott először a templomi könyvekkel, az anyakönyvekkel, és ez annyira megszerette, hogy a szabad idejét ennek áldozta fel, már több kötete is megjelent. És ez teljesen feldolgozza a protestáns betelepülők adatait. Viszont a protestánsok voltak kevesebben. A legtöbben katolikusok voltak, körülbelül az ide érkező telepeseknek a háromnegyed része katolikus volt, és az egynegyede volt protestáns. Tolna megyébe két helyre telepítettek reformátusokat, 1721-ben Nagyszékelyre és 1724-ben Mórágyra. A német önkormányzat elnöke elmondta, idén számos rendezvényel készülnek az emlékév kapcsán. Ami most a legfontosabb programunk, hogy kiírtunk egy rajzpályázatot, mégpedig Németh István Egy zsák zab novellájára. Ezt elküldtük az iskolákba, és nagyon örülünk annak, hogy nagyon sok rajz érkezett, 266 rajz jött Bonyhádra, és ennek az értékelése és a kiállítás megnyitó az következő pénteken lesz. Németh Juditról azt kell tudni, hogy az ő édesapja evangélikus pap volt, és ő írta azt a novellát, hogy Egy zsák zab, és az ő tulajdonukban van az a Biblia, amit 1737-ben az ősük magukkal hozott Bonyhádra. És azért fontos nekünk, hogy Bonyhádon tudjuk bemutatni ezt a novellát és a rajzpályázatot is.
korábban már ez a Biblia volt Bonyhádon, amikor a reformáció 500 évét ünnepeltük, de bízunk abban, hogy újra eljön még Bonyhádra, mert nem csak ez a rendezvényünk lesz ebben az évben, hanem lesz konferencia is, egy kétnapos konferenciát tervezünk. Az egyik napot a Völgységmúzeum, a másikat pedig a Petőfi Sándor Általános Iskola, és pénteken egy zenés est lesz, ahol az Alte Kamaráden zenekar fog muzsikálni. Ők feldolgozták Stefan Jäger festményeit, és bemutatják ezeket a festményeket, amik a betelepülésről szólnak.